Diáktársainkat, meghívott vendégeinket, tanárainkat a Budenz József Alapítványi Gimnázium nevében. Csörged ezzel a magas hegyek sziklái közül, kelj át méteres köveken, vonakútvesztőkön, friss levegőjű hegyi réteken. Patak legyél, lágyan aláomló, hűvös érintésű, hideg sejmes vizettel kapjanak erőre a szomjas vadak. Benedek Bori, úgy hallottuk, nagy csatákat vívtál Szelegyöngyi tanárnővel, amit természetesen mindig te nyertél meg. Hidd el, talán ő volt rád a legbüszkébb, amikor bemutattad a saját kezüleg írt verseidet. Kristóf, rólad lényegében semmit nem tudunk. Csak azt látjuk, hogy jól megnőttél, és itt maradtál. Mély hangod dörmögése, ételes dobozaid látványa, leginkább az onnan szállingózó illatok biztos, hogy hiányozni fognak. És nem feledkezhetünk meg arról a fantasztikus palackos fröccsről sem, amit nagy valószínűséggel rajtad kívül senki nem szeret. Lili volt az osztályban az első igazi Forma 1-es pilóta, akinek a sikeres parkolásért sokan izgultak reggelente, tanárok és diákok egyaránt. Anna, az osztályon minden nap élvezhette vicceidet, amint természetesen mindig mindenki őszintén nevetett. Emellett valószínűleg az állatos videóidat is hiányolhatják majd a későbbiekben. Bányi tanár úrral néha félresített kommunikáció ellenére, Spéter, kiderült, hogy mennyi mindent tett meg értünk, hogy jegyeink évvégére általában mindig felfelé kerekedtek, hála az osztályozó vizsgán végzett érvelés. Az utolsó pillanatban akadt egy merész ötletünk, például a személyre szabad szalagtűzési zenék. Akkor kisebb után feleegyezését adta. A motiváló, húzzuk szét, csapatépítő mondata annyiszor hangzott el a svájciak elleni foci meccseken, hogy egy idő után már a sporteseményeken kívül is betartottuk. Osztottam, szorottam, és arra jutottam, hogy hiába próbáltam kivonni magamat a matek óra alól, Orsi néni figyelő szemét soha nem került el, ha valaki nem koncentrált képességeinek megfelelően. Nyitott volt az utolsó utáni korrepetálásokra, és az udvaron át a folyosón keresztül az IBS-ig bárhol segített nekünk kamatszámítást vagy vektorokat gyakorolni. Felemelő ez a pillanat, amikor 5 év kemény munka után itt ültök előttünk, felkészülve egy utolsó megmérettetésre, ami végleg lezárja a gimnáziumi tanulmányaitokat. Ugyanakkor, ahogyan ti is mondtátok, új utakat nyit a számotokra. Az érzelmeink, ne is tagadjuk, nagyon vegyesek ebben az ünnepi pillanatban, hiszen az öröm és a büszkeség mellé felesleges is lenne tagadni, egy kis szomorúság is keveredik. Valószínűleg ti magatok is sokféleképpen élitek meg a jelen pillanatait. Képzelhetitek, hogy végre átléptek a korlátlan szabadság világába, végre megszabadulhattok minden kötöttségtől. Ugyanakkor ide kötnek az emlékek, a közös programok, a nagy beszélgetések, a barátok, a szerelmek és a tanáraitok. Higgyétek el, ezeket az éveket nem lehet kitörölni az emlékeinkből, valamilyen nyomot hagy mindannyiunkban. Nem fogunk és nem is akarunk elfelejteni benneteket. Az itt eltöltött évek ugyanis összekötnek bennünket. Rátok nézünk, és a szemetekben magunkat látom. A közösen elvégzett munka ezernyi állomását, amelynek során kamaszokból érett fiatal felnőttekké váltatok. Részeseivé váltatok a mindennapjainknak, amivel egy pici szelet immár a tiétek lett mindannyiunk szívéből. Lelkéből. Sokat gondolkodtam, milyen szépeket írjak mára. Aki szép irodalomra kíváncsi, menjen inkább könyvtárba.
Közelebb áll hozzám, amikor csak szlemmelek. Remélem azért nem olyan rossz, mint nekelek. Mindig igyekeztem korrekt lenni hozzátok, akkor is, ha nem én vagyok az igazi apátok. Hétfőn megkezdődik az első nagy vizsgaidőszak, aztán a szóveri egy utolsó határidőt szab. Nem egy nagy rasszizd az, amit most mondok. Ha mindenki átmegy, egy pesgőt tutira kibontok. Most bezzeg nem jut eszembe egy jó kis pán. Ha el tudnék sütni valami poént, az lenne a nagy fán. Ugye mi jó barátok vagyunk? Kedves diákjaim! Végezetül mit kívánhatnék nektek ezen a napon, ami időtálló, amire talán évek múltán is emlékezni fogtok? Legyen mindig önbizalmatok! Ez az önbizalom viszont valós tudásom, teljesítményen alapuljon. Ismerjétek meg a saját határaitokat. Legyetek nyitottak az új dolgokra. És soha, de soha ne féljetek a csalódástól. Ne féljetek tőle, mert nem tudjátok elkerülni. De nem is kell elkerülni, mert ezek is tapasztalatokkal érkeznek fel benneteket, és minél gyorsabban fel tudjátok dolgozni azokat, annál erősebbé váltok majd általa. Amit el tudtok kerülni, az a kudarc. Mert nincs olyan, hogy kudarc, amit ti magatok fel nem adjátok.